Zsákhajítás után katonai sátrat kellett felállítaniuk és ponyvázniuk a területi mentőcsoportoknak. Megyei versenyüket Nyíregyházán a Bújtosi Városligetben szervezték meg szombaton. 9 állomás helyen versenyeztek a résztvevők, a megmérettetés azért is volt fontos, mert a versengés közben mentési szituációkhoz kapcsolódó tevékenységeket, feladatokat gyakoroltak. 15 csapat kapott meghívást a mai versenyre. Azért tartjuk fontosnak ezt a versenyt rendszeresen megszervezni, mert szerencsére nincs minden évben, minden területen valami olyan esemény, amikor be kell avatkoznunk ezeknek a csapatoknak. Így láthatjuk azt, hogy felkészültek, tudják azt a feladatot végrehajtani, amire felkészítésben részesültek, és így számot adnak erről a tudásukról. A verseny ideje alatt az érdeklődők több térségbeli mentőszervezettel is megismerkedhettek. Olyan képességekkel is rendelkezünk, például mint a búvár egységünk, vagy a mentőkutyás egység, hogy a vízbe fulladt személyeknek a holttestének a felkutatásába tudunk tevékenykedni. A búváraink dolgozhatnak árvízi jelenségek megfékezésébe, illetve eltűnt személyek keresésébe, itt leginkább gyerekek, idősebb személyek szoktak előfordulni, hogy elkóborolnak, felügyelet alól kikerülnek, és akkor az ő keresésükbe veszünk részt, természetesen együttműködve polgárvédelemmel, rendőrséggel, illetve a katasztrófavédelemmel. Búváruházat és mentőcsónak, ezeket is egy mentőegyesület mutatta be a helyszínen. Az egyesületünk a Felső-Tisza vidéknek az árvízvédelmi feladataival foglalkozik, de mellette látunk el a nyílt strandokon vízimentő feladatokat, és ne adj Isten, eltűnt emberek keresésénél vannak búváraink, vannak kutyáskeresőink, és vannak hátimotoros sikló elnyős kollégáink, és ipari alpintechnikákat is tudunk alkalmazni. Volt, ahol homokzsákokkal kellett dolgozniuk, és volt olyan állomás is, ahol narancssárga színű mobilgátat kellett építeniük. A tömlőket kigurították, összekapcsolták, és azokkal rácsatlakoztak a henger alakú mobilgátra. A versenynél a gyorsaság és a pontosság is fontos volt.